Sziasztok! Egy kicsit hosszabb szünet után. Ugye az amerikai légierő kezdődött el. A vadászgépet már ismertettem. Most jönnek a bombázók. Elég sok van belőle. Nem is tudtam ide gyűjteni ebbe a konyhák a kis részletébe, majd megoldjuk, hogy lesz. Na mindegy, kezdjük akkor. Ugye hát két motoros gépek, legyen a két motorosok. Kezdjük a Douglas Havoc, vagy angol néven Boston gépekkel. 72-ben a Matchbox az nem készült el, csak egy ősi Airfix van. És régen az Airfix csak angolt adott hozzá. De én csináltam egy amerikait. Az amerikai légierő 1941-ig még az angol színeket használta. Tehát van egy ilyen is. Na mindegy. Fordítva mondtam, nem tudom. Az amerikai légierő használta az angol színeket. 48-ban pedig a 20-as változatokat a AMT adta ki 5 változatban, melyből csináltam ugye egy angol, 2 orosz és 2 amerikai, úgyhogy most csak 2 amerikait mutatom meg. Ezeket már korábban mutattam a más légierőnél. Ez az utolsó változat, ez a bomba, nem is tudom milyen A20, nem tudom, hanyas. Ez az üvegóra más egy kicsit, mint a megszokott Bostonoknak. Az AMT-148-as. Bombatár is, Matica már elhagyta magát. És a Havoc, vagyis a A20G változatoknak az éjszakai változata, ha meg nem az a neve, az már P70-es az a neve. Ez a szintén a AMT, amit olyan néhány éve láttam italai dobozba is. Ez az éjszakai vadász. És ugyan hát se nem bombázó, se nem vadász, bombázó. Ugye az a Black Widow, a fekete özvegy. Ez egy ős Airfix. 172-es. Arról lehet bombákat tenni. Vagy póttartály. A Frog is kiadta, de az nem tudom, hol van, el van, vagy dobozban, valahol lapul. És annak az az érdekessége, hogy nem csak fekete volt, hanem olívbe színű is. És a monogram 148-as, és ős monogramnak lehet mondani. Ezt a törnyöt leszerelték róla, mert általában annyira beremegett a rezonancia, vagy nem tudom mit, hogy nem igen használták. Erre most póttartályt tettem. És szintén, ami a helyhiány miatt már a pincében van, van egy másik monogram is, ami olívben van lefestve, de hát azt most már nem hoztam föl.
akkor a Martin bombázók, a Marauder, B-26-os, és a két másik gép, a Martin Mainland és a Baltimore, ezeket már mutattam, most azért nem mutatom, mert ezek exportgépek, tehát ezeket angoloknak is és a franciáknak exportálták. Tehát egyedül a Martin Marauder az, amit saját részt használtak az amerikaiak. Ez egy szintén régi Airfix, amit most újra kiadott egy éve. Van belőle Matchbox is, Frog is, meg Revel is. Ezeket most nem szedtem elő. 48-ban szintén monogram. Gyorsfutó már megint letört. Ez is már hogy áll, nem tudom. Ez a nagy súlyt nem bírja ki az orrába. Lebeg benne a súlya nem volt elég, ide tettem egy létrát, ezt az is eltört, mert nem bírta ki. Ez a Monogram Marauder 48-ba. Amit kiadott az AMT-s dass, én soha nem láttam. Van az orrfutó, ami hiányzik. Bombatár. Itt tanul a hold alsó lövé, alsó lövész. Most akkor ezt inkább visszateszem így fejjel lefelé, mert megint eltűnik a másik utó is. Aztán a legtöbbet gyártott két motoros amerikai, ugye hát a B-25 Mitchell. Rengeteg változatát kiadtak. 72-ben is, meg 48-ban is. 72-ben van Airfix és Italeri. A Frog az, már mutattam, az angol. Ezeket a orváltozatokat. A legkorábbi A és B B25-öst azt senki nem adta ki, csak a C és a D változatokat. Ez azt hiszem, ez Italeri B25C, azon a maticával is hozzáadtak, ez egy régi eszki maticának a festés, ami egy ilyen észak-afrikai sivatagi festés Észak-Afrikába. És az Italiának az a baja, valami óriási szarvasívát követtek el, úgyhogy ez a szárny, mutatom, ez egy centiben hátrán van a kabintól. Ez nem jó, hogy csinálták, nem tudom. Összehasonlítottam a Airfix-ekkel meg a Froggal, és látta, hogy az Italy nem jó. '48-ba Monogram kiadott három változatot. Ez a B25J a legismertebb. Sem ezzel a maticával már. Bombatár. Aztán... Ja igen! Monogram ez is, de még mind dobozban van. Ez B25J.
hogy méres bíjnevet kapott, holott ez már tompa orru, de hosszú tompa orru. És pedig ennek üvegóra van, az előbb mutatta. Ez a változat, monogram. És kiadta ezt a tompa orrut is. Valamikor, de az nincs meg, illetve meg volt, én már meg eladta. Nem tudtam visszaszerezni. De most egyszer csak rámosolok a szerencse. Akadémia adta ki valamikor, de akkor sem vettem meg. Hanem megjelent itt egy dobozba, így olcsóbb volt. És így van az a V25G. Egy ilyen 8-as. Mondom, ez akadémia volt. Az Airfix 172-be három orrváltatot adott ki. A 72-es hosszú tompa, nem tudom megmondani, mert úgy elraktam, nem tudom hol van. A G változat, amit mutattam 48-ba, ez itt van, ez szintén Airfix. 172-es. Hát ennek is van bombatára, bár bombatára nem is adott hozzá, nem is tettem bele. És az Italeri adta ki, később a szintén a tomparut, de az B25H, azt hiszem. Az a különbség, ez a korábbi változat, mert ugye hátul van a lövésztorony. H változat. A Lockheed Hudson 148-as elátkozott klasszik évfény medvedű cseszégnek a terméke, ami szerencsére megszűnt. Rendkívül primitív. Az egyetlen olyan klasszik évfény termék, aki méltóztatott egy adabban kinyomni a légcsavart háromágú. De viszont a tengely rövid, a luk meg nagy. Na mindegy. Tehát ezt a Hudson-t ugye angoloknak meg legnagyobb számban az ausztrálok, mert exportgép volt. Az amerikaiak csak tisztánban használták, a haditengerészhez használtak 41 körül még. Utána az amerikaiak ezeket ezt nem igen használták bombázónak, csak van egy testvére, a katonai változat, de fegyvertelen, az a Nodestar. Ezt nem adta ki senki. 172-ben mutattam már a Airfix csinagy. De az angol, az azért nem ide való. És ugyan már hát nem bombázó, de hát amerikai gép, és ide tartozik. Ugye a Douglas Dakota, a C-47-es. Ez egy nagyon ős Airfix. 172-es. Az egyik kupló már eltűnt, de különben be lehet húzni. Nem tudom, mutattam-e vagy nem mutattam, mert ez is olyan vadász és bombázó. Lehet, hogy mutattam, de lehet, hogy nem emlékszem, hogy jobb kétszer, mint egyszer se. Ez a Vulte Vegenansi, amit az amerikaiak szintén csak gyakorló lépésre használtak. Ezt csak az ausztrálok kapták, az angolok harci bevetésre. Ez egy ősfrog modell, de ezt a matitát én egy fotolót csináltam, hogy legyen egy amerikai is. De mondom, ezt csak gyakorlónak használták. És akkor a
Látod, hogy a két motoros verzió véghez értünk, most jönnek a négy motorosok. Akkor ugye legyen a legismertebb, leghíresebb, az a Liberator, a Consolidated gyár gépe. Ez egy szintén egy ős Airfix, 172-es. Ezen nagyon bombatár nincsen, de viszont minden mozog rajta. A éppuskák mozgatható. Kereket be lehet húzni. Ez a régi Airfix. Tenni. Mindegy majd valamikor. És akkor... Ja? A B17-es. Ez is egy régi Airfix. De nem egyedül a Matiszával. Az Airfix nem adott hozzá bombateret, de én kivágtam annak idején, de azóta sem adtam már vele bombát. Ezen szintén mozgatható minden. Ennek is be lehet húzni a kerekét, már egy kis körülményes. Mert attól félek, hogy eltörik. A mentőt nem tudom kivédeni. Közel van a kórház. És a legnagyobb amerikai a B29 Super Fortress. Ez szintén ős Airfix, de az Akadémia is kiadta. Nem tudom, hogy fér be a kamerában, ez egy nagy gép. Szintén nem a hozzávaló matricával van, ez egy eszki matric, ami már megszűnt. Azt tettem rá. Ez is persze minden forgatható és mozgatható. Bombatár. 16 alap bomba van benne. Valójában valóságban azért sokkal több volt. Ennek az a története, hogy ezt az Airfix 71-be vettem, de annak már csak a roncsai vannak meg. És most 48 év után újra vettem egyet. Ez amerikai Airfix, de ugyanaz van benne. Tehát egy ilyen modellt összerakni. Itt ezzel semmi probléma nem volt. Régen tudtak csinálni, most meg nem tudtak. Kivéve a Tamiát. És ebben kettő volt, tehát van még egy benne. Ezt óváron vettem. Ez az amerikai Airfix. Az a különbség a eredeti Airfix doboztól, hogy az amerikai Airfixnek itt nincs kiretusálva, de a kép ugyanaz. És akkor mivel ide nem tudtam behozni, meg nem is fél a kamerába, most menjünk be a nagyszobába, és az ágyra tettem a gyorsás gépeket, szóval már csináltam ilyet, ott nézzük meg őket. Na ez itt a Monogram P24D Liberator,
Videóztam föl a hazás feljáróba, mert ha rájöttem az ágyon, az nem oké. Sincs olyan túl nagy fény. Mutatom a bombatárat. Ez különben nemrég fújtam át, mert hangos színekben volt. Érdekes módon itt nincs alólövész torony. És itt van a, ugye hát nem bombázó, de amerikai gép és háborús, a C-47-es Dakota, szintén monogram. Az ajtót kivágtam itt, mert az nem úgy volt, valamennyire bele sem látni. Szóval ad hozzá 9 helytelenítést, tehát egyet tettem csak ide, az ajtóba. Azt hiszem, az is elfele hagyta az eredeti magát. Valóban azt hiszem, az nem valami kiváló. És ugye hát itt így bomba, az is mutatom az alját. Természetesen a későbbi doboz, azon már nincs inváziós csík, ez a korai, szerintem jobban néz ki. És most váltás, mert itt nem fér már meg is semmi. Várjatok, rendet kell csinálni. Na, itt a monogram B17-es, szintén 1.48-as. A monogram pontosan 40 éve vettem, ha megyek egy játékboltba. És nem, semmi nem mozgatott rajta, nekem furcsa az éjfisztem, mindezt kivágtam. Hogy minden idén, azt még többször ilyet nem csináltam. Hogy nem tetszett. Hogy nem, ekkora gép is nem mozog rajta semmi. Nem csak a gépuska azért mozog. Ezt is kivágtam. Alul a beszállás. Bombatár, csak hogy a korai monogram nem adott hozzá bombatárat, ezt én csináltam, azt később rájöttek, hogy mégis egy ekkora géphez illene bombatárat adni, de ez én saját készítmésem. És a hátsó gépuska már is lőtt megint, mindig lehet, hogy is már lóg, de nem esett le. És itt mutatom, az ajtót is kivágtam, hogy valamennyi látszom belülről, de sok nem látszik. Teljesen ki van dolgozva belülről, de nem látszik semmi. És itt a Rebel B-17-ese, az F. Ez a híres ugye Memphisből. Ez a Rebel csak mindössze 80 alkatrészből áll. Csak az orrész van kidolgozva, az sem részletes, mint a monogram. Bombatár pedig nincsen. Ritka dolog, de volt ilyen is. Ezt a két külső felfüggesztésű bombát adták hozzá, ezt tettem rá. Ezt nagyon ritkán használtak ilyet. Tehát egy ekkora gépet, 80 darab alkatrész, hát ez jobban megerőltette magát a Rebel, de hát így is. Ezt különben lehet most is kapni.
a Memphisből. És akkor még a... Hogy ezt hogy teszem ide, nem tudom. A csúcspont. Ezeket megint le kell ide raknom. Ez itt a B29-es, szintén monogram 48-as. Hogy miért olívzebb? Volt ilyen, 100 darabot használtak, így Indiában 44 válováshoztak. Amikor megvettem, ez is volt, nem is adott hozzá ilyen festést. Csak gondoltam, hogy láttam egy maciszát, mondom, nézd csak át olívzebb. Maciza, és megvettem, és azért fújtam át. Legyen minden ezüst, mert mindenki csak ezüst beismeri. És így lett ebből ezüstból olitrebb. Hát ebben viszont csak 12 darab bomba van. Tehát kevesebb, mint az érzpicibe. Hogy ezt miért spóroltak ki a monogram, nem tudom. Megmutatom az alját, megpróbálok. És 6-6 darab bomba van csak benne. Futómű. Itt alul lehetett beszállni a B29-esbe, a futóműnál lehetett beszállni. Hát ha valaki nem tudná. Ugyanígy a liberátornál is. Hát ennyi a amerikai légierő. De még valamit majd mutatok, csak már nem fél be a kamerában, illetve megszert a memóriakártya, úgyhogy majd még a következő részben mutatok valamit. Habár az már a háború utáni rész lesz. Sziasztok!